Én azt tudnám innen üzenni az iparági szereplőinknek, hogy merjenek pályázni, kérjenek segítséget, hogyha kell, és menjenek elébe a gondoknak, és gondolkodjanak középtávon, hosszú távon. Nem szabad feladnunk. Ezt mondta, pontosabban üzente az egyik olyan kis-közepes magyar cég képviselője, amely támogatást nyerte a GINOP, vagyis a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében. A pénzügyminisztériumban 5 élelmiszeripari vállalkozással kötöttek támogatói szerződést, amelynek értelmében a több mint 500 milliárd forint értékű fejlesztéseiket a kormány 280 millió forinttal támogatja Európai Uniós forrásból. Ez a 6 éve indított gazdaságfejlesztési program a kontinens legnagyobb ilyen jellegű támogatási projektje. 143 felhívást tettünk eddig közzé. Eddig támogatást nyert projektek száma meghaladja a 22 ezret. A nyertes projektek támogatási értéke pedig eléri a 2662 milliárd forint összeget. A magyar gazdaság gerincét a kis és közepes vállalkozások adják. A munkavállalók kétharmada dolgozik ezeknél a cégeknél, így azok modernizálása, fejlesztése nemzetgazdasági érdek, mondta a pénzügyi tárca vezetője. Varga Mihály szerint a honi élelmiszeripar, amelyet a most támogatási megállapodást aláírt vállalkozások is képviselnek, minden terméktípusban képes világszínvonalút alkotni. Ezt bizonyította egy másik pályázatnyertes cég vezetője is. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egyébként minden termékünket mi magunk fejlesztünk ki, és hogy az árbevételünknek már több mint 50%-a exportpiacról származik. Varga Mihály szerint ma már az exportra is termelő vállalkozások számára nem a minőségi követelmények jelentenek gondot, hanem az új piacokra, illetve fogyasztókhoz való eljutás megy nehézkesen, így ez a terület támogatásra szorul. A magyar élelmiszeripar szereplői üzemmérettől függetlenül hisznek abban, hogy érdemes beruházni ebbe a szektorba, érdemes fejleszteni a járványhelyzet vagy a veszélyhelyzet ellenére is. Partnerségben dolgozunk együtt, tehát a magyar kormány is kész arra, hogy a továbbiakban is az ágazat minden szereplőjének segítséget biztosítson. Legyen szó kisvállalkozásról, középvállalatról, vagy éppen nagyvállalatról. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal kapcsolatos információkat, pályázati kiírásokat a jövőben a Pénzügyminisztérium friss alkalmazásán, a GINAP-on keresztül is megnézhetik az érintett vállalkozók. A hegyvidéki óvodákban, bölcsödékben eddig nem fordult elő koronavírusos megbetegedés, és az itt működő iskolákban is csak néhány tanulót küldött karanténba a tiszti orvosi szolgálat. Erről Pokorni Zoltán számolt be a legutóbbi testületi ülésen, amelyen a helyi egészségügyi óvintézkedésekről is szó volt. Szeptember 1-től már minden oktatási intézményben, nálunk szeptember 1-től már minden oktatási intézményben ellenőrizzük a belépők hőmérsékletét. Mostantól vagy egy ideje itt a hivatalba belépőket is. Vásárolunk egy hőkamerát, majd ezzel jóval gyorsabb lesz a beléptetés. A testület megvitatta a hegyvidéki fecskeház ügyét is. Mint már a Hegyvidék Televízióból is értesülhettek róla, a képviselők még januárban megszavazták, hogy az Alkotás utca 21-es szám alatt egy közszolgálati házat építenek, illetve hoznak létre, és akkor megbízták a jegyzőt, hogy dolgozza ki annak működését, hasznosítási feltételeit. A fontosabb elemeket Borsodi Klaudia aljegyző ismertette. A cél az, hogy a kerület intézményekben dolgozókat támogassuk. Kerületi intézményi munkaerő hiánynak a felszámolására szeretnénk lépéseket tenni, lakhatási problémáknak a megoldásával. A tervezet szerint a fecskeház csak a munkaviszony idejére biztosítana lakhatást, és 5 évben maximálták az ott lakás lehetőségét. Nagyon fontos kritérium, hogy nem csak lakhatási lehetőséget szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogyha takarékoskodnának az itt élők. Tehát a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg előírnánk azt, hogy lakástakarékossági szerződést is kell kötnie a bérlőjelöltnek. Ennek a mértéke legalább a bérleti díj összegével megegyező érték lenne. A bérleti díj az az egyszobás apartmanok esetében a bruttó fizetés 10%-a lenne, családi apartmanok esetében pedig a bruttó fizetésnek a 15%-a. A lakók kiválasztásának egyik alapja lesz, hogy a kedvezményezettek, pályakezdők, illetve az intézményekbe újonnan belépő dolgozók legyenek.